visszafelé nő a virág. Nem lehet a fát kikraftolni, Dávid. Akkor ez elkezd nosztalgikus energiákat a levegőbe tolni. Igen. Na ne! Hogy használhass. Azt az eget! Ó, oh, itt van az első! Szevasztok, srácok, és üdvözlünk ez új ebben a mai király videóban! Tiszta sajtos beköszönés volt, nem? Igen, nem? Na, üdvözlünk titeket újra itt a láva közepéről, mint lássátok, feleim. Itt készült a fa az előző epizódban. Te még ott vagy? Itt fent a tetején vagyok, itt készült a csodálatos fa. Sokan írtátok, hogy nem kaptatok értesítést arról a videóról, ezért van a királyságos lejátszási lista, csekkoljátok le. Igaz, Dávid? Ez veled is sokszor megesik. Mindenkivel nagyon sokszor YouTube. Megesik, srácok. Van egy olyan YouTube. Menüpont a YouTube-on, hogy feliratkozások bal oldalon. És van. Ott mindig ott vannak az összes videó, ami újonnan felkerült azoktól, a YouTube-ra. Akikre fel vagy iratkozva. Így van, használjátok. De mondom, lejátszási listák is vannak, azt is érdemes a szeretsz egy sorozatot követni. Szó-szó. A mai epizódban nosztalgikus köröket fogunk futni, Dávid, szó szerint. Igazából, mi az ott a... Mint ott lenne valami a láván. Igen, de az csak egy fekete buksi. Aj, buksi. Szóval, megcsináljuk a nosztalgikus virágot, aminek több érdekes tulajdonsága lesz, utána pedig cobblestone-okat fogunk öregíteni. Igen, ezt is csak itt hallhassátok a számból. Cobblestone-okat fogunk megidősíteni, vénemberesíteni. Szóval, szegény Chapter 2, még csak 7%-nál tartunk a Chapter 2-ban, és ez az Hourglass of Nostalgia-ra lesz most nekünk szükségünk, amihez Dávid megcsinálta a Merlin a magokat. Úgyhogy, kedves Dávid, a Merlin a magjaidra lenne szükségem. Egy is elég. Kell neki sok fény. Úgyhogy majd oda visszük a... Van itt, van torcs? Van torcs, várja. Egy darab. Hűke. És efelett nincsen semmi. Lehet, hogy tettünk valahova. Édni. Na, look itt at this. Itt van 31 torcs. Király. Egy jó, figyelj. Na, ez a növény, mint látjátok, Merlin a Seed, ugyanúgy néz ki, mint az összes többi. Nem tudom, elméletileg sajnos a shiftelésünktől nem nő, hanem bombélezni kell. De figyeljetek, most jön a csoda. Már az epizód elején belevágunk a csodába. Dávid, kezd el bombélezni. Mi? Visszafelé nő a virág, de gyorsan kell bombélezni, mert visszahalad, látod? De értem, és akkor... Ez az! Sikerült! Jó, na. Ezért hívják így. Így van, leül ide. Oda ültettük, ahol mászkálunk, Gergő. Hát mindegy, majd arrébb rakjuk. Hogy hát ez ki van nőve? Hát nem, ezt úgy kell, hogy gyorsan kell bombélezgetni. Videózunk. Várok, addig iszik egy töltést. Jó, oké. Okay. Addig rábontok egy tutti csúszra. Anya bejött, bocsi. Úgy. Megesik de ez az milyen ilyen. Idegesítő te? Nekem megint belaggultak itt az ő dolgok. Nekem most jó? Na. Most itt remeg a mag. Jaj, de remeg. Ne remegj. Na, igazából szerintem még azt ott letesszük. Ja, és körülbelül ennyi elég is lesz, óvatosan azért a bombillel. Mert ami ebből a kis sodacuszból nő, ami visszafele jön, kell nekünk ez a time dust, tehát az időpora. Nálad van időpor? Nálam van 3 időpor. Nálad? Az melyik? Egy ilyen barna. Nem lesz, aha. Na, itt szóval szerintem minden. Elég lesz, mert az időporából kell kiraknunk úgy, hogy kiégetett kő, üvegpanel és középre az időpora. Úgyhogy én ide már be is csapom az időporát, hogy ez meglegyen. Van kiégetett kövünk? Van kiégetett kövünk is, igaz, nem nincs. Sok. Nincs. De van, én most beraktam ide, annyi amennyi nálam van, úgyhogy égetek ki. Meg kell glass panel. Azt nem tudom, hogy ezt ott kell megcsinálni, vagy majd ott, de szerintem ezt itt, ott, amott. Kiégetett itt kő. Itt még volt egy csomó kiégetett. Itt is, az van, üvegpanel kéne majd, amihez üveg kell szükséges. De van még... Van nekem kettő darab ilyen kis üvegem. Oké, akkor... Azt csinálsz üvegpanelt? Ó, itt van heavy. De kettő darabból, hogy? Hoppá.
Nem tudom. Várjál, csak ki kell pakolom az inventorimból, mert rettenetes mértékben idegesít az a kupleráj, ami az én inventorimban található. És amíg ez kiég, hagyd mondjam el nektek, hogy az MC Shop új akciót indított, Karcsi a kacsa csomagját. Lent van a második link a leírásban, csekkoljátok le. Most 5. hó 31-ig elérhető Karcsi a kacsa akciós csomagban. Csekkoljátok le. Köszönöm szépen. Most már van 6 üveg. Te mi ez a van nálam magyaró? Ez miért van itt? Hát a répa retek magyaró. Azt kaptuk. Várjál, mert szerintem készen leszünk. Ídni! Itt van az Arlgas. Az idő. A nosztalgiás időóra. És pont meg is van a küldetésünk. Dávid, ne felejtsd el kipipálni. Ne felejtsd. Csak még kell lever. Úgyhogy kéne bot. Ez egy bot. Ma fogjuk használni ezt a Stone Wandot is. A botot, kamerva... Várjál már, nem áll, volt egy csomó bot. Ezt írták a nézők! Nem lehet hogy? A fát kikraftolni, Dávid. Jaj, de rossz. Ezt írtátok kommentbe. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Ja, amúgy van nálam bot, várjál már. Figyelj már. Hát akkor meg, ne fenyeges. Ja, fordítva kell. Sos értettem, hogy ezt miért fordítva kell. Hány lever kellett? Mindegy, csináltunk hetet. Szóval. Dávid, pipált ki, ez a küldetés megvan, kapunk még. Az ajándék, hogy megcsináltuk az Hourglass-t, kapunk még Hourglass-t. Na de, itt jönnek most az érdekes dolgok, ugye ha ezt megnézed itt a kezembe, igazából semmi különleges, csak egy ilyen nagy időüveg. De ez ugye az időüvege a nosztalgiának. Ja, mert ez egy régi textúrás cobblestone lesz itt következőnek, nem? Így van, és azt úgy tudjuk megcsinálni, a régi textúrás cobblestone. Ez a kezembe, tehát ezt fogjuk megcsinálni, Cobblestone of Christmas Past. Szóval, úgy fogjuk megcsinálni ezt, hogy kell építenünk, majd ezt egy kicsit megnagyítjuk. Addig megteszed, hogy egy kicsit kiegészíted ezt itt? Hogy addig, mi? Kockára. Ja. Jó, na, erre mi felmegyünk, és azt mondja, hogy 1, 2, 3. Ide letesszük ezt az hourglass-t, mint látjátok. Ott van szépen. Ennek a tetejére rátesszük ezt. Koncentráljatok, mert mindjárt elmagyarázom, hogy ez miért jó. Ugye, ha ezt bekapcsoljuk ezt az Hourglass-t, akkor ez elkezd nosztalgikus energiákat a levegőbe tolni. Igen. Na ne! Igen. És akkor és... mondjuk, hogy emlékszel! Ezt fogja mondani, mondja a Cobblestone-nak, hogy emlékszel! És a Cobblestone emlékszik, és átváltozik régi Cobblestone-ná. Ez a sztori lényege. Ugye megvan az amikor. Na várjál, innen. Ezek a bocs, csak koncentrálok, mert ennek a tetejére kell rakni egyet. Inni. Jó. Meg oda fel kettőt. Úgyhogy várjál. Mert ez már csak kettő. Mert hármas, minden irányba három irány. Na. Minden irányba három irányba tolja magából a nosztalgia energiát. Úgyhogy minden oldalra kimegyünk három blokkot. És utána végre használni fogjuk azt a Stone Wandot, amit ti mutattatok nekem, és én nagyon nem értettem, hogy ez most akkor nekem, akkor én nekem az most akkor mire jó. De most már értem, hogy nekem akkor az most akkor itt most akkor nekem miért jó. Ilyen nagy kockákat fogunk csinálni, és beindítjuk a közepébe ezt az Hourglass-t, ha jól tudom, most be van indítva, de inkább leszedem, és visszateszem rá, nehogy az ugye, hogy nem indítottam be. Jó, most be van kapcsolva, úgyhogy most nem nyúlunk hozzá. Na, lemegyek aha. Azért a Stone Wandért, hogy használhass. Azt az eget! Ez mi volt? Ez a karakterem, ahogy leugrott, de miért volt ilyen? De ez mi? Ezt hallottad? Én azt hittem, hogy nálatok szól valami. Jézus! Ennek miért volt ilyen hangja? Nagyon fájt nekem sem. Ez mi? De ez most akkor ez... Ez hogy most miért? Hát menj fel! Egy olyan... Aha, és onnan ugolj le. Azt az eget! Milyen Jézus. Mély hangja! Micsoda torok hang, érted? De, ne, de eddig nem volt ilyen. Nem. Vagyis én de nem emlékszem. Mert nem. Ez már kikerült, emlékszel? Ilyen volt régen a hangja. Az annak nagyon örülök, de hogy ebben a sorozatban nem volt még ilyen. Mert hogy... Nem tudom. Ez az update. Nem estünk le magasról. Na jó, hát ez gyönyörű lépcső lett. Szóval, elméletileg azt mondtátok nekem, hogy ezt... Aha!
Dávid, ez a Stone Wand erre jó, te ezt próbáltad? Figyelj, egyszerre három blokkot rakok le. De várjál, én még nem vagyok ott. Gyere fel, tess. Megyek. 1, 2, 3. Itt jaj, vagyok, baska. Hala? Nézd csak. Hármat tudsz vele lerakni. Próbáld ki, tessék. Ne! Jó, az most be van kapcsolva? Hát mit tudom én, elkapcsoltam meg. Jó, akkor be van, akkor jó. Próbáld ki, tegyél le ide még kettőt. Egy. De, Dávid, használd már a Stone Wandot, azért adtam. Mi ez a Stone Wand? Amit odaadtam, nem az, kidobtam is fel. Ezt értem. Ja, oda kattints vele. Wow. Több nem kell, még ezt is kiegészíted? Aha. Azért milyen menő? De nem csak is. Három, de többet is le lehet tenni. Egy többet is, de most nekünk ugye három kell. Na várjál, van nálad elég cobblestone? Minden irányba háromnak kell lennie. Jó. Meg felfele kettőnek, és akkor Dávid, ezt be kéne építenünk. Teljes mértékben. Mert ez fogja nekünk a... Ezt a kocka cobblestone teljes mértékben átalakítja emléke... Bocsánat. Emlékező cobblestone-nál. Nem... Nosta. Ilyen régi fajta. Csináljunk már oda egy lépcsőt. Jó, oké. Okay. Most már elég legyen. Nosztalgikus emlékező cobblestone lesz belőle. Aha! Oh, itt van az első! Ancient cobblestone! Ezt nézd! Ez! Hogy átalakult? Mindenki jöjjön csodájára. Na és hogyha ezt az egészet beépítjük, akkor az egész egyszer csak át fog alakulni, és nekünk majd csak ki kell lásni. You know my friend, you know my friend. Amúgy most nagyon kéne cobblestone. Úgyhogy én ide googolok. Van gépünk. Úristen, nem lenne, gondold már el. Ezt kézzel kigrindelni. És ugye van nálam még 5. Tehát az azt jelenti, hogy még 5 ilyet kéne építeni, de mi nem fogunk. Van még egy. Igen, és teljesen tömörnek kell lennie. Mindjárt megyek én is, csak craftolom a cobblestone-t. Látjátok, hogy craftolom? Még úgy is soknak tűnik amúgy. Hú, milyen gyönyörű lépcsőt csináltam itt. Ugye, ez az én lépcső, én csináltam. Saját kezemmel. Amit ott látsz, mindent én csináltam. Minden az enyém. Na, itt van egy. Már kettő van. Hogy nézzem, hogy vizsgáljam. Ancient cobble. Amúgy itt van az inventory-mba egy stone van. Nézzük, milyen az... Igen, most wow. Wow. Mutasd, add kezembe, Markom. Wow. Ott is van, kelettünk. Na, akkor azt is szedjük csak ki, mert mennyi kell a kül... Ó, figyelj! Teremez. Jó, és tegyük vissza. Inni. Na, jó, mennyi kell a küldetéshez? Várjál, nincs emlék csinálni. Opa. 10 darab? Hé! Hé! Itt is van egy. Felül miért nem? Lefedve ki. Felül nincs lefedve? Upsies! Na. Oké, okay, azt most Dávid megcsinálja. Én azt nézem, hogy itt oldalt lesznek-e új kabelök. Publik. Elfogyott. Na ugorjunk. Igen. Le, én hallani akarom. Hát ez nem jött össze. Le akartam esni. Na, shifteljünk, hát ha, amúgy a shiftelés itt nem működik. De ezt úgyis majd a következő epizódban szeretném, és sajnos ezek a magok is itt kihullottak. Ugye ezért mondtam, hogy innentől kezdve nem nagyon felfele fogunk építkezni, hanem inkább szinteket, hogy ne fedjük egymást, mert így akkor hát nem tudunk semmit termeszteni. Mert ez most itt jó itt, de mégsem. Hány darab van nálad? Hogy csak hogy tudjuk, hogy összesen mennyi van. Három. Na, három. Alakítja ez a... Nosztalgikus alakítókészülék. Amúgy ha van kedvünk, de nekem most még egy szereszt így megépíteni annyira nincsen. Akkor ezt is lerakhatjuk, bekapcsolhatjuk, azt legalább egy-kettőt köré tenni. Legalább ezzel is nagyobb az esély arra, hogy nőjön. Szellőzőt miért építetted ilyen magasra? Mert ugye lefelé is három. A generátorhoz is kipattan rögtön olyan cobblestone. Persze! Hát az pont így működik. Jó, el is fogyott a kuglim.
Úgyhogy most már ez is megy, az is megy. Összesen van akkor nálad 3, nálam 6, mind, hogy nálam is 3, úgyhogy szerintem a következő epizódban biztosan meg leszünk vele, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nem felejtjétek egy órás like-ot nyomni, vagy ha nem tetszett, akkor egy dislike-ot, ezzel érezvény. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszi Dávidnak, csekköltök a leírást, találkozunk holnap, meg minden egyes nap. Most ilyen TikTokernek érzem magam, van TikTokom is, kövess ott is. Szia! Hello.